Szép estét kívánok! Önök a Tatai Televízió tallózóját látják május 4-én hétfőn. A következő percekben összefoglaljuk az elmúlt egy hét legfontosabb híreit, információit. Tartsanak velünk! Egy héttel ezelőtti április 27-i hétfői híradónkban számoltunk be arról, hogy új helyre költözött az intézmények gazdasági hivatala. Az elmúlt hétvégén zajlott az Eötvös József gimnáziumban a 22. Arany János országos irodalmi verseny döntője, és elkezdődött a Tatai Fesztiválok sorozata a Szentgyörgy napi lovas ünneppel. Arról már kedden láthattak összefoglalót, hogy rendkívül szoros küzdelemben döntetlen lett az Angol Park történetéről szóló vetérkedő, a Vasaris és a Kőkutis csapatok is remek felkészültségükről tettek tanúbizonyságot. És kutyafrizbi kupa verseny zajlott nem is olyan rég a Cseketónál, a pezsgőgyár melletti füves terepen. Tágasabb, jobban felszerelt, minden szempontból korszerű munkakörülményeket biztosít a gazdasági hivatal dolgozóinak új helyük, a Fischer házban lévő iroda. Az intézmények gazdasági hivatala most 2015 április 1-ével költözött ide. Pozitívumaink, nagyobb helyünk van, tágasabb, új helyünk van. Közelebb vagyunk a fenntartóhoz, a polgármesteri hivatal itt van a szomszédságban, mind a munkakapcsolatban, mint információáramlásban gyorsabb lehetőséget biztosít. A hivatal ellátja Tataváros alapfokú köznevelési intézményeinek, bölcsöde, óvodák, iskolák, és hozzátartozóan a közkulturális intézmények, múzeum, könyvtár, Tatai Egészségügyi Alapellátó Intézmény összes gazdasági tevékenységét, amibe beletartozik a költségvetés tervezése, a költségvetés évenként négyszeri módosítása és a folyamatos gazdasági események nyomon követése, tehát utalása a szállítók felé, kiegyenlítése a számláknak a szállítók felé és könyvelése az intézmények részére, hogy képet lehessen látni abból, hogy mennyi a kiadás és a bevétel összhangja az intézményeknél. A hivatalban most április 1-től 10 fő dolgozik, miután április 1-ével jogszabályi változás alapján hozzánk került a Városi Múzeum gazdasági ügyeinek intézése is. Az intézmények gazdasági hivatalának székhelye korábban a Vasari János általános iskolában volt. A képviselőtestület 2014-ben döntött arról, hogy új, tágasabb helyet biztosít számukra. Az intézmények gazdasági hivatalát 1997-ben, tehát éppen 18 esztendővel ezelőtt hozta létre Tataváros önkormányzata, azzal a céllal, hogy egy olyan önálló szervezeti egysége legyen a városnak, amelyik a sok kicsi intézménynek a gazdasági ügyeit egy központba tudja intézni. Ezzel egy nagyon komoly megtakarítást ért el az akkori önkormányzat, és a okos döntésüket az igazolja, hogy nagy korba lépett ez a felnőtt korba lépett ez az intézmény. Hosszú ideje a Vasari János általános iskolában volt a munkahelyük a kollégáknak, ott egy régi tanári lakás lett átalakítva annak idején iroda céljára. És úgy gondoltuk, hogy az lenne a helyes, ha egyrészt közelebb tudna jönni a polgármesteri hivatalhoz, hiszen rengeteg egyeztetendő és közös feladat van. Másrésztről pedig szerettük volna a Vasari iskolának bővíteni ilyen értelemben is a lehetőségeit. Így két új kis tanterem kerül át az iskolához, illetve a gornoki lakás, amit előről elköltöztettünk, és ott is tantermet, illetve a kis tornatermet építettük meg a helyére. Ennek a gornoki lakásnak is így tudunk majd most új helyet biztosítani a Vasariba. Itt pedig a Bercsényi út egy épületünk hátsó traktusában egy olyan modern, normális körülményeket biztosító irodát tudtunk létrehozni, ahol azt reméljük, hogy hosszú időn keresztül a kollégák nagyszerű munkát tudnak végezni. 22 évvel ezelőtt a budapesti Fazekas Mihály gimnázium tanára dr. Kerecsényi László találta ki az Arany János irodalmi tanulmányi versenyt. Az ő ötlete nyomán 5 évvel ezelőtt a Tatai Eötvös József gimnázium vette át az országos verseny szervezését és teljes lebonyolítását. A két napos, komoly felkészülést igénylő versenyt a hétvégén rendezték.
7 művet választunk ki minden évben az olvasmánylistára. Ezeket a gyerekeknek el kell olvasni. 9-10-es gyerekekről van szó, akik értelmezik ezeket a műveket. Tehát nem elemző képességre van szükség, hanem az élménynek a feldolgozására. Erről szól a verseny írásban és szóban is. Van egy írásbeli fordulója novemberben, a legjobbak kerülnek a döntőbe. Most szám szerint 58-an vannak itt az ország különböző részeiről. Mindig van egy Arany János mű. Mindig van 19. századi alkotás. Ezek magyar alkotások, a 20. századi irodalomból két alkotás, van egy világirodalmi alkotás, és két kortárs művet szoktunk még választani. Az Eötvös József gimnáziumból két diák, Kovács Réka Csenge és Sándor Kata jutott a döntőbe, mindketten szépen szerepeltek. Az 58 versenyző közül Hanga Nikolett Miskolcról a Kandó Kálmán szakközépiskolából érkezett. Nekem Dragomán Györgytől a Fehér Király tetszett a legjobban. Mert bemutatja, hogy egy gyermek is mennyire bátor tud lenni, és mennyire tud harcolni az álmaiért, és azért, amit el szeretne érni, és ilyen teljesen valóságos. Hát igazából én már tavaly is indultam ezen, csak nem úgy sikerült, ahogy terveztem, és ezért úgy döntöttünk én is, meg osztálytársam is, hogy akkor újból megpróbálkozunk vele. Úgy gondolom, hogy élvezni kell hozzá a könyvet, és szeretni, és ez kell, hogy érdekelje az embereket, mert hogyha nem szereti, akkor fölöslegesen indul, és meg fölöslegesen készül is. Tavaly, amikor az egyik könyv, az Leiner Laurától volt, a Szent Johanna Gimi, és azt azzal kezdtem, ugye, és nagyon megtetszett, és utána folyamatosan így kezdtem olvasni. A versenyszabályok szerint a versenyen résztvevő diákok és kísérőik közös ajánlólistát készítettek a következő évi olvasmányokhoz, a 23. Arany János irodalmi versenyhez. Szent György a pásztorok, juhászok, lovasok védőszentje. Őt köszönti már 5 éve a Tatai Lovasünnep Fesztivál, lovas felvonulással, ökumenikus lovasáldással és rengeteg színes programmal, amelynek célja a lovas hagyományok megismertetése és megszerettetése révén a lovas kultúra fejlesztése. Valamikor 5 évvel ezelőtt a polgármester úr kérésére összejött egy lovasokból és lószeretekből álló csapat. Az volt a feladatunk, hogy polgármesteri hivatalba ne külön-külön menjünk a problémáinkkal, hanem együtt, közösen oldjuk meg ezt a problémát. Tehát a polgármesteri hivatalnak köszönhetjük, a polgármester úr felkérésére jöttünk létre. Ő elindított a hegytetőről egy hógolyót, amivel egy hatalmas lavina lett, és most vagyunk a lavinánál. Most vagyunk 5 évesek, és mint 5 éves egyesület kimondhatjuk, hogy meg tudtuk tölteni az Esterházy volt birodalomnak a tópartját, azt a közel 3 hektáros részt, ahol lovas, lószerető emberekkel és boldog gyermek zsivallyal töltjük meg az egész várost. A fesztivál létjogosultságát igazolja az iránta való érdeklődés. Az eredménye az, hogy van 5. Tehát, hogy tovább tudott élni, mindig meg tud erősödni, mindig újabb ötletek születnek hozzá. Az egy ilyen nagy rendezvénynek az élete az 10 év körül kezdődik, amikor már azt lehet mondani, hogy na, ebből nagyon beérett rendezvény van, de nyugodtan mondhatjuk erre a lovas rendezvényre itt Tatán, hogy miután olyan gyökereink vannak a lóhoz és a lovas hagyományokhoz, azt gondolom ez is nagyban hozzásegített, hogy ilyen hosszú időt már megélhetett ez a rendezvény. A tavaszi Szent György napi ünnepet, amely a lábasi ország legelőrehajtásának időpontja, bővítette a Tatai és térségbeli lovas életfejlesztő egyesület egy őszi, a legelőről való behajtáshoz kapcsolódó Szent Mihály napi ünneppel. Ez a program a legkisebb gyerekekre koncentrál, amit tükröz az elnevezés is, Lovodanap. Tavaly több mint 800 ovis vett részt rajta. Virtuális pénzen lehetett vásárolni, amire már most készülnek az óvodás kicsi gyerekek, hogy a Mihály napi nagy vásárra az általuk formált saját kezükkel, az óvónők segítségével készített portékájukat majd értékesíthessék, aminek a színhelye szintén ez lesz, tehát a Tatai öreg tópartja. Az általános iskolás csapatoknak művészettörténeti tájépítészeti ismeretekre is szükségük volt az Angol Park történetét feldolgozó vetélkedőn, hiszen a zsűriben Kövesdi Mónika művészettörténész és Szilveszter Edina kertészmérnök, a történelmi kertek szakértője is részt vett. A zsűri elnöke dr. Beró Henrietta, Tatabányos alpolgármestere volt.
Fontosnak tartjuk, hogy a gyerekek ismereteit bővítsék, és tudják, amikor ide látogatnak barátaik, távolabbi rokonaik, hogy a város meg tudják mutatni, és felkészülten tudjanak róla beszélni, és ezáltal átadják azt a szeretetet, amivel a városra gondolnak, másoknak is így többen látogassák meg városunkat. Bevallom őszintén, elsődleges szempontunk az ötletesség és a felkészültség, és másodlagos szempontunk természetesen a tárgyi tudás. Meglepően felkészültek, cseles és rafinált kérdésekre is tudják a választ, úgyhogy nagyon elégedettek vagyunk a felkészültségükkel. A vetélkedőre több lépcsőben készültek a diákok. Részt vettek konferencián, gyűjtőmunkát végeztek, régi képeket, történeteket gyűjtöttek, valamint kisfilmet is forgattak a parkról. Nagyon sok munka van benne, hát szerintem több 10 órányi fölkészültség, nagyon sokat készülünk hétvégén is, rengeteget készültünk, szinte az egész napunkat beleáldoztuk. Az egyik csapattársa, Márendás Gergő szegény, egy egész hétvégén átcsinálta a kisfilmet, úgyhogy nagyon-nagyon elégedettek vagyunk a saját munkánkkal. Szerintem már mindegy, mi lesz az eredmény, mi büszkék vagyunk magunkra, hogy megismerhettük az angol kertet. Hát nagyon szerintem azért fontos, hogy a gyerekek megismerjék ezt a, vagyis az egész angol parkot és a történetét, és nekem nagyon tetszik. Én nem tudtam sokat, mert én 3 éve költöztünk ide Tatára, előtte nem itt laktunk, és ebben a utóbbi 3 évben valamit azért sikerült, főleg most ebben a pár hétben. Hát nekem nagyon tetszik, nagyon szép, és nagyon szeretek ott biciklizni, sétálni, mert ugye amúgy is szeretek biciklizni, és ott sokszor ki szoktam menni oda. Ez igen, teljesen más érzés, mert eddig csak azt hittem, hogy csak ott van, és akkor semmit nem tudtam róla, meg minden, és most már tudom, hogy kiépítette, meg mikor, meg is ilyenek. Rendkívül szoros küzdelemben a ma délelőtti vetélkedőn a Vaszaris és Kőkút is diákok csapata fej-fej mellett végzett, a verseny végeredménye döntetlen lett. Így a fődíjat is megosztották. Csapatonként 25 000 forintos, a horvát kertészetbe szóló utalvány beváltásával iskolájuk parkosítását segíthetik. A tatai kutyás élet meghonosítása mellett a kutyák sokoldalúságát szerették volna bemutatni több kategóriában a kétnapos rendezvény házigazdái. Az elsődleges célja természetesen az, hogy a kultúrát kutyatartásra felhívjuk a figyelmet. Minden gazda számára, minden kutyatulajdonos számára valahol természetesnek kellene lennie annak, hogy a kutyájával foglalkozzon, valamivel többet, mint amennyit általában foglalkoznak vele. A gazdák számára sajnos nem természetes, hogy a kutyának van mozgásigénye, a kutyának vannak különböző igényei azon kívül is, hogy esténként megetetjük őket, és aztán semmiféle egyébbel foglaltságot nem biztosítunk számukra. Éppen ezért mi felhívjuk a figyelmet arra, hogy egy kutyával mást is lehet csinálni, egy kutyával le lehet menni a parkba, el lehet menni játszani, és különböző sportokat lehet művelni. Ezeket a sportokat szeretnénk bemutatni, ennek az egyik ilyen válfaja ez a kutyás frisbisport. A másik célunk pedig, ami talán még ennél is egy kicsivel fontosabb, az az, hogy az állatvédelemre, az állatokkal való bánásmódra hívjuk fel a figyelmet, arra, hogy az állatkínzás, illetve az állatokkal való negatív viselkedés az egy nagyon rossz dolog, az állatokkal pozitívan kell bánni, és ezt nagyon is meghálálják, és ezeket láthatjuk itt a pályán. A Tappancs Alapítvány számára is fontos volt, hogy megismerhessék tevékenységüket a verseny során. Nekünk ez nagyon fontos, mert talán ismertebbé tudjuk tenni az alapítványt, és magába azt is, hogy egy menhelyre ugye mennyi kutyus van, amire nagyon büszkék vagyunk, hogy itt is van egy versenyző kutyusunk, pont Hermi volt az előbb, menhelyről örökbe fogadott kutyusok is, és nagy szükség van rá, mert talán így jobban tudjuk magunkat úgymond nevesíteni, mert kell, szükség van rá, mert támogatásokból élünk. 7 napján gyakorlunk, nem minden nap a kutyával. Tehát egyik nap kutya nélkül gyakorlok, másik nap kutyával. A kutyás frisbinek pont az a nehézsége, hogy kutya nélkül is nagyon sokat kell edzeni ahhoz, hogy az ember a sokféle dobást megtanulja, tudja helyezni, tudja, hogy milyen tempóban dobja el. Úgyhogy ez 7 nap. Van olyan páros, aki nagyon gyorsan egymásra tud hangolódni. Nekünk ez a Tirával egy hosszabb idő volt, ő egy mentett kutyus, és az elején igazából azt kellett megszoknia, hogy itt hangzavar van, emberek vannak, tapsolnak, kutyák vannak, folyamatosan szól a hangos bemondóból a beszéd, a zene. Ez neki nagyon-nagyon nehéz volt az elején. A kétnapos verseny elérte célját, minden kutya barát elégedetten távozhatott a Tatán első ízben megtartott nagyszerű bemutató és verseny után.
Április 29-én szerdán soros ülését tartott a Tataváros önkormányzati képviselőtestülete. Ezt az ülést a Tatai Televízió természetesen délelőtt 9 órától élő egyenes adásban közvetítette, és a most következő percekben az ülésen hozott döntésekről készült összefoglalónkat láthatják. A képviselőtestület ülésen 29 napi rendi pontot tárgyaltak meg, és fél egykor fejezték be a munkát. A napi rendi pontok tárgyalása előtt Bencsik János parlamenti képviselő kért szót. Képviselő úr, arról a témáról szeretett volna beszélni, hogy a visszatérő források milyen gondot okoznak a városban. Ez köztudomású, hogy egyrészt nagy-nagy öröm, másrészt pedig feladatot is jelent. A feladat megoldását Tataváros önmagában nem tudja vállalni, ezért Bencsik János kormányzati segítséget ajánlott föl, olyan formában, hogy közben jár egyrészt a belügyminisztériumnál, másrészt pedig a miniszterelnök úrnál, hogy az idei költség, a jövő évi költségvetés, amit idén már most készítenek elő, valamilyen összeget már tartalmazzon arra vonatkozóan, hogy ezek a visszatérő források gondjait megoldani tudjuk. Ugye május egy út most egy ilyen eklatáns példa, ahol látjuk, hogy ott is a forrás föltört az út alatt, és bizony ott egy sokkal komolyabb beavatkozásra van szükség, mint sejtettük. Ezekről a kérdésekről ejtett szót a képviselő úr, és a képviselőtestület az ülés végén egy határozati javaslatot el is fogadott, hogy milyen formában éljünk a felterjesztés jogával. A képviselőtestület rendeletalkotáshoz kapcsolódó előterjesztések tárgyalásával kezdte a munkáját. Az építményadó volt porondon, illetve a telekadó, de ez az utóbbi csak első olvasatban. Az építményadóról tárgyalt már múltkor is a képviselőtestület, akkor is elmondtam, hogy a kormányhivatal törvényességi felügyelete emelt kifogást a rendeletünk ellen. Viszont tovább kutakodva találtunk olyan korábbi előzményeket és bírósági gyakorlatot, alkotmánybírósági gyakorlatot, amelynek a segítségével igazolni tudtuk, hogy mi teljesen jogszerűen és igazságos szövegezéssel fogadtuk el annak idején ezt a rendeletet. Ezen egy kicsit kért akkor most már csak módosítani a megyei kormányhivatal, így tulajdonképpen marad az építményadó úgy, ahogy eddig is azt a város kivetette rendelet formájában, tehát nem kell aggódnia senkinek, hogy most aztán megemelkedik az építményadó. A telekadóra vonatkozóan pedig egy következő ülésünkön fogunk dönteni, ott is inkább könnyítéseket keresünk. Bizonyos területeken igazságtalan, hogy telekadót kell fizetni, erről fogunk dönteni legközelebb. Egy napi rendi pont keretén belül tárgyalták a 2014 éves költségvetés zárszámadását, azt az összefoglaló jelentést, amely 2014 éves ellenőrzésről szólt, de ugyanide kapcsolódott még az önkormányzat vagyonkataszterének felülvizsgálata is. Az önkormányzatunk 2014 évre elfogadott költségvetését egy takarékos gondolkodással, hatékony pénzfelhasználás elveit tükrözően tudta végigvinni. Én egyrészt köszönetet szeretnék mondani mind a hivatal munkatársainak, mind a képviselőtársaimnak, és mindazon cégeinknek, intézményeinknek, akiknek ebben részük volt. Egy jól megtervezett költségvetést tudtunk úgy végrehajtani, hogy még valamennyi pénzmaradvány is maradt az idei esztendőre. Egy területen, amelyet minden évben szintén elmondok, ezek a fejlesztések, beruházások. Szinte minden beruházásunk áthúzódik egyik évről másikra, van, amelyik több éven keresztül is. Itt logikus, hogy nem lehet úgy lezárni, hogy minden el is készült, amit megkezdtünk a tavalyi esztendőben, tehát ezek az idei évre áthúzódó fejlesztések folytatódnak, ennek a pénzügyi vetületével együtt természetesen. De ami megnyugtató, hogy a törvénynek, jogszabályoknak és az önkormányzat igényeinek és elveinek megfelelően le tudtuk zárni a tavalyi költségvetésünket. Beszámoló hangzott el a Városi Rendőrkapitányság közrend és közbiztonsági helyzetéről is. A város rendőrkapitánya, illetve a megyei rendőrkapitányság főkapitány helyettese vett részt ezen a napirenden. Minden esztendőben kapunk egy beszámolót a Tatai Rendőrkapitányságról, és ez most szépen esett össze egybe azzal az eseménnyel, hogy a tegnapi napon a megyei rendőrkapitányság által szervezett ünnepségen
Én magam is két tatai rendőrnek adhattam át dicséretet és jutalmat. Rajtuk keresztül is megköszönve a tatai rendőrkapitányság munkáját, amit ennek az előterjesztésnek a tárgyalásánál is megtettünk. Valóban köszönettel tartozunk, mert a mutatók azt jelzik, hogy javult a rendőrség tavalyi munkája Tatán. Ami hiányosságot pedig folyamatosan észlelünk, az elsősorban az infrastruktúrában van, az elhelyezésben, erről pedig folyamatosan tárgyalunk és folyamatosan kérjük a kormányt, hogy a tatai rendőrkapitányság fejlesztése megtörténjen. Ehhez egy telket is felajánlott a város. A megyei rendőrkapitányságnak tetszik a javaslatunk, el is indult ez a munka. Én azt remélem, hogy előbb-utóbb eljutunk oda, hogy Tatán a rendőrségnek egy méltó, tisztességes helye lesz. Az önkormányzat gazdasági társaságai is beszámoltak, szinte valamennyiüknek a szakmai és pénzügyi beszámolója elhangzott, és a jövő évi terveik, valamint ahol indokoltatott közhasznúsági jelentéseket is elfogadott a képviselőtestület. Valóban így van, hogy ez a május hónapa előtt áprilisi utolsó testületi ülésünk a cégeink számára egy nagyon fontos pont, hiszen a törvényi kötelezettségüknek eleget kell tenniük a beszámoló elfogadásával. Én szeretném megköszönni a felügyelőbizottságaink munkáját is, akik előkészítették és előttünk már ezeket a beszámolókat végigtárgyalták. Köszönet természetesen mindegyik cégvezetőnknek, és a mai napon elfogadott beszámolók fényében azt mondhatom, hogy egy tisztességes, becsületes, nagyon előremutató és sok esetben egy nagyon komolyan fejlesztést is hozó beszámolókat olvashattunk és fogadhattunk el, mind pénzügyi, mind gazdálkodási szempontból, fejlesztési szempontból. Köszönet a cégeinknek, reméljük, hogy az idei esztendőben is hasonló jó eredmények születhetnek majd. E napi rendi pontok között szerepelt az a tájékoztató is, amely az Eötvös József Gimnázium és Kollégium 2015 évi pénzügyi terveiről szólt. Az Eötvös Gimnázium 10 esztendőre egy olyan szerződésnek köszönhetően a Városkapu ZRT-nk fenntartásában működik, amelyik megállapodás azt tartalmazza, hogy az Eötvös Gimnázium ugyanazt a normatívát, ugyanazt a támogatást kapja az államtól, mintha egyházi fenntartású intézmény lenne. Ez azt jelenti, hogy egy korrekt, tisztességes, előre kiszámítható, pontosan látható összeggel tudnak gazdálkodni. Ez a szerződésünk ebben a mostani önkormányzati ciklusban lejár, tehát érdemes gondolkodnunk azon, hogy utána mi legyen. És ezek a tervek, ezek az elosztások azt mutatják, hogy a gimnázium igyekszik is azt a folyamatos színvonalemelést végrehajtani, igyekszik a diákjainknak a lehető legtöbbet nyújtani a munkája során. Erről kapott egy beszámolót, egy tájékoztatást a képviselőtestület, amit elfogadott. 7 olyan napi rendi pont volt, amely vagyongazdálkodáshoz kapcsolódott, ezek közül talán az egyik legérdekesebb volt az a tájékoztató, amely a város közvilágításáról szólt. Így van, először került sor arra, hogy az EON egy ilyen önálló napirendi pontként beszámolta az elvégzett munkáról és az idei terveikről, mint egy 50 millió forintos fejlesztést hajtanak végre az idei esztendőben Tatán. Egy új régiós vezetője van az EON-nak a mi városunkat illetően, egy lényegesen aktívabb és eddigi tapasztalataink szerint egy nagyon konstruktív, jó együttműködést segítő vezetője. Én ezt szeretném is neki megköszönni, hogy így áll hozzá a város ügyeihez, és már látható, hiszen lényegesen csökkent a városban az elsötétedett utcáknak a száma is, meg az időegység is, amíg ezek a vonalhibák kijavításra kerülnek, lényegesen lerövidültek. Köszönet érte tehát az EON-nak, és azt a kérésünket fogalmaztuk meg, hogy részben a légkábelek alatti fa kivágások és fa lombkorona ritkításoknak a jövőbeni, hát esztétikai töbletét is hordozzák ezek a munkák,
másrészt pedig azt a reményünket is kifejeztük, hogy folytatódik minél több légvezetéknek földkábelre való kicserélése, és ezeknek a meghibásodásoknak pedig a lehető legrövidebb időn belül való megjavítása. Én azt remélem, hogy most a közvilágítás fejlesztésünkkel párhuzamosan ez a munka is eredményre vezet, ami alpolgármester asszonynak köszönök is, hiszen ő rá bíztam ezt a feladatot, és eddig ezt nagyszerűen meg is oldotta. A vagyongazdálkodáshoz kapcsolódó napirendi pontok sorában többek között a Vaszari Villa jövőjéről esett szó, vagy a Jávorka mögött építendő labdarúgó pálya üzemeltetésével kapcsolatosan is döntöttek, de a Jávorka által használt földterületekkel kapcsolatos döntés is megszületett. Ezt követően pedig többek között a pályázati lehetőségekről tárgyalt a képviselőtestület. Most egy kicsit olyan időszakban vagyunk, amikor kevesebb pályázati kiírást találunk a különböző honlapokon, de volt egy, amit a nemzetgazdasági miniszter írt ki, mégpedig a szociális otthonokra is lehetett pályázni, ezért arra kértem képviselőtársaimat, hogy támogassuk azt a kezdeményezést, hogy a Fényesfasori Szociális Otthont továbbfejlesszük. Maga az épület most már rendben van néhány év óta, a környezetét kell még rendbe tennünk ahhoz, hogy méltó otthona lehessen az idős embereknek, úgyhogy erre nyújtottunk most be egy pályázatot. Humán szolgáltatáshoz kapcsolódó előterjesztéseknél két napi rendi pontot tárgyaltak meg, ezek közül az első az a tájékoztató volt, amely Tataváros területén élő otthontalan személyek téli ellátásának tapasztalatairól szólt. Ebben a munkában a segítségünk az utcai szociális segítők egyesülete, amelyik egy tatabányai szervezet, a városunkban működő szociális alapellátó intézménnyel együttműködve segítették az elmúlt télen a hajléktalanoknak az ellátását. Azt tapasztalhatjuk, hogy egy lényegesen jobb ellátást tudtunk már biztosítani az idei esztendőben is, sőt több alkalommal külön is tárgyaltuk kisebb körökben a hajléktalanok kezelésének, segítésének a újabb módozatait. Én azt remélem, hogy el tudunk jutni oda, hogy minden esztendőben néhány hajléktalan szemét segíteni tudunk abban, hogy saját otthonra lejjen és hozzon létre újra egy biztos alapot az életéhez. Egy városgazdás pályázat ebben is segít, ahol 12 hajléktalan személynek tudtunk munkát biztosítani egész esztendőre. Arról is szó volt még a képviselőtestület ülésen, hogy elkezdődtek a nagy nyári rendezvények, a Szent György napi lovas ünnepen már túl vagyunk, következik a majál is. Az önkormányzatunk szeretné azokat a nagy rendezvényeket tovább is támogatni természetesen, amelyek a város eddigi rendjébe szépen illeszkedtek bele, és vannak mindig újabb ötletek, újabb javaslatok. Ilyen a vízreszállás napja például, ami május 2-án szombaton délután lesz az ökoturisztikai központnál, amelyre nagy szeretettel hívjuk a tataiakat, hogy aztán majd júniusban, illetve május végén ugye a Patarával, júniusban pedig a Sokadalommal, Tatai Sokadalommal, illetve a Vízzenevirág Fesztivállal folytatódjon. Múlt heti csütörtöki híradónkban egy bővebb összefoglalót láthattak a ballagásokról, az elmúlt héten ugyanis elballagtak a tatai középiskolások. Csütörtöki híradónkban az Ötvös, a Jávorka és a Bláti, pénteki híradónkban pedig a Református Gimnázium diákjainak búcsúztatóját láthatták. Május 1-én pénteken a híradónkban arról számoltunk be, hogy a 2015-2016-os évre vonatkozó vasúti menetrendek szakmai előkészítése, illetve egyeztetése az önkormányzatokkal megkezdődött, Tatán is elkezdődött a tanácskozás. Vósli, luftballon, lazítás, séta, majál is volt pénteken az építők parkjában. 179 diák búcsúzott ma az Ötvös József gimnáziumtól, a 250 esztendős iskola régi és új hagyományainak megfelelően. Azt gondolom, hogy nem csak tanáraimtól kaptam nagyon sok mindent, hanem társaimtól is, hiszen egy olyan jó osztályközösség alakult ki most így az év végére, és főleg az idei évben, amely örök emlék marad, és szerintem nagyon közeli viszonyban leszünk mindannyian. Én azt gondolom, hogy talán itt nőttünk fel, itt komolyodtunk meg, itt értettünk meg sok mindent a világról, és én úgy gondolom, hogy ezt mindig a szívemben fogom őrizni. Találkoztam itt olyan emberekkel, akikkel nagyon hasonló az érdeklődési körünk, és volt még érdekes ez egyébként, hogy az osztályomon volt olyan, akivel nem is voltam jóba első két évben, három évben, és idén meg kiderült, hogy nagyon hasonló dolgok iránt érdeklődünk, és ez nagyon nagy meglepetés volt, és nagyon nagy öröm, hiszen
Szerintem azok a barátságok, amik itt köttettek, ahogy mi együtt nőttünk fel, együtt eszméltünk rá a világra, úgy gondolom, hogy ezek mindig örök emlékek maradnak, és örökké meg is maradnak. Hát Budapest felé indulok, az úgy néz ki, hogy biztos, és azt hiszem, hogy tanáraink emberségét viszem magammal, azt a fajta szeretetet, amit tőlük kaptunk, azt szerintem sem egyetemen már nem biztos, hogy ilyen formában fogjuk megkapni, hiszen itt azt mondhatom, hogy majdnem minden tanárunk olyan hozzáállással kezelt minket, amelyet nem tudunk elfelejteni, hiszen mindannyian arra törekedtek, hogy tudjuk folytatni pályánkat ugye az egyetemen, és hogy segítsék a mi tanulmányainkat. A középiskola nem csupán oktat, hanem az Eötvös József Gimnázium igazgatónője és tanári kara hitvallása szerint nevel is. Nem csak az okos felnőtt, hanem az értékes ember a cél. A hagyományok megőrzése mellett mindig a megújulásra, a törekvést szem előtt tartani, a lehető legkorszerűbb tudásra vágyni, és azt megszerezni, és hát természetesen megfelelő erkölcsi alapokat teremteni, és embernek maradni. Nagy reményekre enged következtetni az, amilyen eredménnyel végig dolgozták a 4, illetve 5 évet. Tegnap zártuk le diákoknak a 4., illetve 5. éves évvégi osztályzatait, és bízunk benne, hogy az érettségi eredmény is kiváló lesz. Nagyon sokan készülnek emelt szintű érettségire, nagyon sokan voltak tanulmányi versenyeken, kiemelkedő eredményekkel, országos megmérettetéseken, és hát bízunk benne, hogy felveszik őket arra a felsőoktatási intézménybe, ahova jelentkeztek, és ahova leginkább szeretnének kerülni. 85 diák ballagott ma a Jávorka iskolában. Egy szakközépiskolai osztály, valamint ballagott a mezőgazdasági gépész, a dísznövénykertész, a pék és pékcukrász osztály is. Sebő Bence mezőgazdásznak tanul. Nagyon megszerette a Jávorkát. Igazából barátok, osztályok, ismerősök, amik igazából rám hatattak. Ez egy nagyon jó iskola egyébként. Én szerintem az osztályomat kifejezetten szerettem. Hihetetlen családias volt a hangulat. Még először itt maradok 2 évi technikusin, egy kektikusin, és közben talán megpróbálok letenni egy emelt szintűt, talán magyarból, de egy nyelvvizsgát az biztos, hogy tervezek. Pályán nem biztos, hogy maradok egyébként. Ezért is szeretem egyébként ezt az iskolát, mert nem igazán erőltetik. Hogyha valakinek van szakmai orientációja, akkor segítenek benne, segítenek neki a tanulásba, de hogyha nem e felé a szakma, nem az a szakma érdekli, akkor hagyják. A pék jó szakma. A végzős péktanulók elhelyezkedése függ attól is, milyen eredménnyel teszik le a ballagás után a vizsgákat. Pusztai Tamás tanár úr 1 évig volt az osztályfőnökük, de itt sem könnyű a búcsú. Hát kicsit fájó szívvel, de még ugye találkozni fogunk, ugye a vizsgákon, meg még a vizsgálőkészítéseken, és majd legkésőbb június 18-án lesz a végső bizonyítványosztás, ami búcsúval befejeződik. Ők még a régi képzésben jártak, ami azt jelenti, hogy 9-10 osztályban általános képzést kaptak, és utána jöttek 2 éves pék képzése, ahol 2 év alatt próbáltak összecsiszolódni a gyermekek, ugye fiatalból felnőttekké válni. Elsősorban a szakmára, élelmiszeripari és mezőgazdasági szakmákra tanítjuk a gyerekeket, és ennek a fontosságát próbáljuk erősíteni, ez kormányzati szinten is így történik. Ehhez próbáljuk a feltételeket megteremteni. A szeretettel minden jót kívánok nekik, nem könnyű ma, én úgy gondolom fiatalnak lenni sem. Én bízom benne, hogy megállják a helyüket. Ami az iskola erőssége, az, hogy itt megtanulnak a gyerekek dolgozni, a munkát szeretni, becsülni, és többen nagyon jól is tudnak dolgozni. Én bízom, hogy az életben megállják a helyüket, és boldog emberek lesznek. Az idén 10 osztály végez a Bláthy szakközép és szakiskolában, ebből 8 osztály ballagott ma. A diákok több szakmát képviselnek, logisztikus, informatikus, autószerelő, karosszéria lakatos, hegesztő. 20 évesek is, 18 évesek is, 17 évesek is ballagnak most, mert 6 éves képzésben, 3 éves képzésben egyaránt vannak diákjaink. Nagyon vegyes, ugye a nagyok azok már igen felnőttek, náluk már az elkövetkező élet, a család alapítás az, ami szempont.
A 17 éves fiataloknál meg hát még a fiatalság kiélése. Az a legfontosabb, hogy emberek legyenek, hogy emberként tudjanak élni, hogy jó emberek legyenek. Az osztályfőnök ilyenkor együtt készül az osztályával a ballagásra. Kolozsi Krisztina 2 éve osztályfőnöke a szakképző osztálynak. Az osztályom 19 fős szakképző osztály, karosszéri lakatos, illetve hűtő és légtechnika szerelő. A fiúk sokat változtak az elmúlt 4 év alatt, sokat komolyodtak, akkor ide jöttek, egy kis fiúk voltak még, és most már igazi, úgymond felnőtté válnak, a felnőtté válás útján vannak. A vizsgák nem sokára kezdődnek, ettől most már úgy veszem észre, hogy tartanak, izgulnak, és érzik, hogy most már tényleg fontos, hogy jól szerepeljenek. Én azzal lennék elégedett, hogyha megtalálnák azt, amit tényleg szeretnek, ha boldogok lennének. 20 évestől 17 évesig különböző korosztályok számára jött el a ballagás napja. Van, aki nem végleg búcsúzik a Blátitól, hiszen marad még 2 évet. Kozmetikusnak tanulok, és maradok itt ebbe a plusz 2 évbe szakmát tanulni. Érettségiztem. Nagyon furcsa, eddig úgy volt, hogy mi álltunk sorfalat, mi díszítettük a termeket, és most nagyon furcsa érzés az, hogy mi állhatunk, és minket tisztelnek meg a kisebbek, hogy értünk állnak sorfalat, és értünk mondanak beszédeket. Megható, jó érzés, megtisztelő. A változó világban egy szakma megszerzése nem végleges boldogulás. A ma ballagók előtt is ez áll, erre figyelmeztetik őket tanáraik is. Minden évben szervez a fenntartó, tulajdonos Nemzeti Fejlesztési Minisztérium járásonként egy fórumot az önkormányzati vezetők számára, amit a menetrendek egyeztetéséről tartanak. Erről tartottak megbeszélést a héten a polgármesteri hivatalban. A MÁV és a Volán munkatársai arról tájékoztattak bennünket, hogy milyen módon tervezik változtatni a menetrendet a következő időszakban. Ugye Tatán a vasúti menetrend, hogy durván 7-8 esztendeje nem változott komolyat, néhány perces módosítások történtek ugye az egyes vonalon, Hegyesfalon Budapest vonalon. Ami nagy változás volt egy 7-8 esztendővel ezelőtt, ugye az új motorvonatok beállítása, és az a jó hír van most, hogy ez folytatódik, tehát további új motorvonatok kerülnek beállításra. A másik jó hír, hogy a bécsi új vasútállomás, vasúti központ elkészült, ezért bizonyos vonatok rendje át kell, hogy alakuljon. Vasúti menetrendből kimaradnak a gyors vonatok, amelyek eddig gyors vonatként közlekedtek Budapest-Hegyesalom között, és úgynevezett gyorsított vonatok fogják segíteni a közlekedést a csúcsidőszakokban, tehát reggel meg délután. Illetve az a jó hírünk van, hogy az új menetrend kezdetétől, ez december 14-e egyébként, Tatán is meg fog állni az Intercity vonat, tehát azok, akik Intercity-vel messzebb utaznak, nem kell Tatabányára vagy Győrbe elutazniuk, Komáromban is és Tatán is meg fog állni az Intercity. Az Intercity vonatnak a jegyára attól, hogy Tatán megáll, és ezáltal belföldi közlekedésre is jobban használható, természetesen nem fog változni, tehát aki munkába Intercity-vel kíván járni, annak ezt kell megfizetnie. A többi vonaton viszont egységes, mostani tarifa szerint számított menetdíjakkal kell számolniuk az utasoknak. Az elővárosi személyvonatok változatlanul óránként fognak közlekedni, de a reggeli és a délutáni csúcsidőkben a sűrítő járatoknak köszönhetően 30 percenként lehet vonatra ülni. A Volántól minden évben kéri az önkormányzat az autóbuszjáratok vonathoz való igazítását. A helyi járatok vonathoz igazítását minden alkalommal kérem a két társaságtól, mindig meg is teszik, amit lehet, de azt tudomásul kell vennünk, hogy ezek az autóbuszok nem erre az egy járatra kerülnek beállításra, hanem egész nap mozognak, tehát egy pici, néhány perces módosítás is azt jelentheti, hogy az egész napja eltolódik annak az autóbusznak, és az meg már máshol jelenthet problémát. Az önkormányzat kéri az utazókat, hogy javaslataikat, véleményüket írásban tegyenek,
tegyék meg a vasúti és az autóbusz közlekedésről a városüzemkukac.tata.hu e-mail címen. A munkaünnepe a nemzetközi munkásmozgalmak által kivívott ünnepnap. Ilyenkor a munkások által kiharcolt gazdasági és szociális vívmányokra emlékezünk. Minden évben az építők parki ad otthont a majálisnak, ahova elsősorban a gyermekes családok látogatnak ki, a körhinták és egyéb játékok miatt. Arról faggattuk az idősebbeket, milyen volt a régi, a fiatalkoruk majálisa, május 1-je. Hát az a május 1-jék az még komolyabb volt, először fiatalabbak is voltunk, és hát azt mondják, kötelező volt, de hát nem volt kötelező, mert ment az ember szívesen, nem a bírsliért, de sört, meg a munkatársakkal. Most semmi sincs, szóval minden olyan, mint egy bucsuk. Nem baj, bajnak nem baj. Csak az a baj, hogy minden hinta áll, mert nincs az embereknek pénze. Az a gond, tessék oda nézni. Megy valaki? Nem. Kijöttünk egy lángost tenni, tóparton pihenni. Az idősebbek szerint ma, a május 1-je mást jelent, mint az ő fiatalságuk idején. Legemlékezetesebbek a 70 és 80-as évek közepén, akkor a Krisztály vendéglátónál dolgoztam, mint árkalkulátor. Általában ablakból, vagy a munkahelyemről munka közben néztem a nagy felvonulásokat. Emlékszem olyan felvonulásra, amikor a szőnyeggyár dolgozói nagyon szép ruhába be voltak költözve, de az anyagok festettek voltak, és zúgott az eső, szegények kék és lila színbe vonultak az alton, és nem tudtak leszállni. De az emberek szívesen, vagyis én úgy éreztem, hogy szívesen vonultak végig, ugye egész itt a Krisztály előtt, itt a tófaroknál álltak meg, és akkor itt volt a majális, a vízli, a sör, a gyerekeknek a különféle lángos evés, a zsákba futás, ezek a játékok, tehát ezek mind olyan élmények, hogy ebbe értünk. A szervezett programokat hiányolják, amelyeknek közösségépítő szerepük volt. Most egy kicsit csendesebb volt a majális, nem voltak tömegek a tófarokban. Május 4-én hétfőn a Tatai Televízió tallózóját látták. Köszönjük szépen a figyelmet. Kérdéseiket, információikat a képernyő alján olvasható elérhetőségeken várjuk. Tallózóval legközelebb egy hét múlva jelentkezünk a Tatai Televízió műsorában. Én mindenkinek további szép estét kívánok, viszontlátásra! We'll be right back.